Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. Sorban érkeztek a gyermekeknek szánt ajándékok a jégcsarnokba. Az ifjabb Ocskai Gábor alapítvány már nem először teljesíti a Fejér megyei gyermekotthonok lakóinak kívánságát. Nekik gyűjtöttek ez alkalommal is. Idén 176 gyerkőc karácsonyát varázsolják szebbé. Van, aki például csak tisztálkodó szereket kér. Lányok sminkészletet részesítik előnyben. Idén is nagyon nagy sláger a bluetoothos hangszoró, illetve fülhallgató, de van, aki stoplis cipőt vagy focikesztyűt kér, úgyhogy rengeteg és nagyon-nagyon széles a skála, amit kérnek a gyerekek. A gyűjtésre az alapítvány közösségi oldalán keresztül lehetett jelentkezni, ahol sorsolással döntötték el, ki kit ajándékozzon meg a gyermekek közül. Az adományozók között volt olyan, aki már 6. alkalommal vett részt az eseményen. Amikor jött ez a lehetőség, gyerekek, szívem csücskei, az meg nyilván, hogy gyermekotthonban vannak, ez egy kicsit ilyen szívfacsaró. Úgyhogy idén Ricsinek hoztam kapuskesztyűt, 14 éves Ricsi Velencénél, és hát raktam neki mellé csokikat is, és hogy minden évben kapnak egy kis üzenőkártyát, ahova szép kis gondolatokat írok nekik, hogy tartsanak ki, higgyenek az álmaikban, és akkor nem lehet baj. A székesfehérvári gyermekotthon lakóinak az alapítvány munkatársai személyesen juttatják majd el az ajándékokat december 19-én.